Sajnos, bár vannak papíron cseréim, de azok is olyan állapotban vannak, hogy úgy éreztem, hogy nem fognak tudni segíteni. Bár lesz még kedden egy Ferencváros ellen Liga Kupa meccsünk, és lehet, hogy a kapuba Kovács Laci fog állni, és én leszek a center. Hát valóban elég szétesően játszottunk, nem találtuk a játék ritmusát. Ennek az eredménye lett, hogy egy nem ide. Hát a szurkoló már csak olyan, hogy ha rossz az eredmény, akkor hülye az edző. Ugye a kórusba kiabálták, hogy hülye vagyok, aztán amikor becseréltem és a cserejátékos gólt rúgott, akkor mégse lettem hülye. De ezt így kell elfogadni, ez Magyarország, ez mindig is így volt és így is fog maradni. Kimaradtak a helyzeteink, ez automatikus, hogy egy ilyen gólt kapunk, aztán fejveszve előre, ez tipikusan egy magyar mentalitás, amiben már benne vannak a külföldiek is, ugye nagyszerűen azonosulnak, de hát ez nagyon karcsú volt, ez így nem lehet győzni, fél akarattal, úgy, hogy meleg van és hivatkozunk a melegre, nem, hát ez nagyon vérszegény. Aztán majd kiderül menet közben, hogy ki a edzőspiller, ki az, aki mérkőzés oda tudja tenni magát. Aztán majd meglátjuk, hogy hova lyukadunk ki ebben. Mi játékunkon ez nem látszott. Egy elégedett nyugdíjas csapat benyomását keltettük. Mert hát az a csapat életében vannak ilyenek, hogy egyszer fenn, egyszer lent. Főleg úgy, hogy háromszor fent voltunk, és még idén nem volt vereségünk. Most legalább akkor leesnek a talajra, és akkor újra ott vagyunk. Most aztán a következő meccsek eldöntik, hogy a Lombard pápa milyen helyezésre érdemes. Mi nem először egy nagyszerű karácsonyi csapat vagyunk. Úgy ajándékozzuk oda a kezdésnél az ellenfélnek az előnyt. Tudom, hogy helyenként jól is játszottak. Gólhelyzetek tömegét, bocsánat, egy-néhány gólhelyzetet kihagytunk. Hát azért még az előzőhöz hozzáteszem azt, hogy egy kicsikét érezhető volt, hogy ez egy gazdag csapat, mi meg vagyunk a szegény kis városi csapatka. Hazai pályán ezt a mérkőzést simán meg kellett volna nyerni 2-3 góllal. És nem bent az öltözőbe feküdni most és búslakodni, hogy júj, hát nem sikerült, hanem tenni érte. Ezt a mérkőzést azt mondtam nekik, hogy még amikor elkezdtük azelőtt, 1-0-ra meg kell nyerni, célfutballt kell játszani az első mérkőzésen. Nem 6 gólokat meg ilyenbe gondolkodni, 1-0-ra 3 pontot be kell gyűjteni. Ezt ezzel a mentalitással nem lehetett elérni. Úgy tűnt, mintha a rugott gól után picit visszaálltak volna. Ez tudatos volt, vagy miért csináltak? Ezt kérdezze meg inkább tőlük. Hát egyszerűen nevecskés, hogy a futballistát, a csapatot nem dobja fel az eredmény, hanem inkább bent van a jaj, a lelkébe, a hátába, viszi a puttonyt magával. Hát humor az egész. Hát milyen versenyzők az ilyenek? Hát nagyon sajnálom, de én amikor jó van, akkor dicsérek, amikor nem jó van, nem tudok dicsérni. Mit dicsérjek? Azt, hogy szereztünk egy pontot? Mert ennyivel még el is veszíthettük volna. Benne volt a levegőbe az is. Ezt a mérkőzést meg kellett volna nyerni. Azt, hogy mit hoz a következő? Hát azért nagyon kíváncsi vagyok, elmegyünk a Kispesthöz. Igaz? Hát az most lent vannak, azért meg kiestek. Fognak velünk találkozni, nekünk fognak esni, és 3 fával berámolnak minket, ha ilyen mentalitással megyünk ki a pályára. Ez nekem álvagányság, ami a pályán volt. Ezek nem. Ez nekem nem. Nagyon sajnálom. Lehetséges, hogy lesz még változás a keretben? Keretben nincsen változás, dehogy lesz változás. Ezek a játékosokat meg kell változtatni mentalitásba. Ha ezek nem változnak meg, akkor ugyanolyan gondjaink lesznek, mint ami tavaly volt. Nem véletlen, hogy tavaly ilyen gondjaik voltak. Nem véletlen. Most ezt akarják? Hát oké, én benne vagyok. Megnyertük, aki akar szólni, az hívjon fel téged. Ezek szerint elégedett lehet az ősszel? Hát ez már azért tavasz. A mérkőzés végére megjött ugye a napsütés. És az okosság alatt értem, hogy megint csak az energiaháztartás, ami az agyba jelentkezik, az dönti el, hogy mit csinál a láb. Ezt még ki lehetett volna használni, de azt hiszem, hogy ez nem így működik, hogy mindig úgy történjen, hogy szerencse legyen, szerencsére meg kell dolgozni. Ennél kellett, többet kellett volna ma dolgozni a srácoknak. Úgy játszottunk, mint egy MB2-es csapat. Minden edző megrohadt pápán idézőjelben, minden edzőt kirúgtak idő előtt, azért, mert a játékosok így csinálnak. Majd jön a következő, az is megdöglik, hogy azt is kirúgják. Ez általában a magyar játékosoknak a mentalitása.
Ez ellen nem lehet védekezni. Ha van 30 játékosom a kupánszta, akkor most. Ez megvolt nekem ősszel, és gyönyörű szépen pöcködtem ki azokat a játékosokat, akik nem tették oda magukat. Ennek az eredménye volt a 23-ban. Meg a Magyar Kupa, továbbjutása meg a Liga Kupa. De ahhoz bő keret kell, egy ilyen létszámú kerettel, három fronton. Most jön hozzánk kedden Liga Kupa meccsre a Fradi. Hát még a fiatalokat se tudom berakni, mert nincsenek. Utána a Bence játszott az IKI-be, kiállították, pofán vert az ellenfél játékosát, és egy hónapra eltiltották. Hát ilyen a magyar játékos mentalitás. Most ez ellen mit tudok csinálni? Ezt így terveztük bent mi az öltözőbe, és nagyon klasszul végrehajtották. Még akkor is, hogyha a Honvéd időnként jobban játszott, időnként rákényszerítette arra, hogy az ő akaratuk érvényesüljön, de a küzdés, a hajtás, ami ma bennük volt, és azért ne feledjük el, hogy 1-0 után volt azért még egy-két olyan zicserünk az első fél időben, de hál' Istennek ez így alakult, és ez így volt jó. Így volt jó, azért jól örültél volna, gondolom, hogyha a második fél időben többször juttak el az ellenfél 16-osáig, több kapura lövést volt össze a csapat, mert így azért nagyon meleg volt a vége. Igen, de a srácok nem ígérték, hogy ez így lesz, és én erre fel vagyok minden héten készül.